now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. A zöld harcos. Az a kocsival fogom elhúzni a csikot bármekkora nagy szar, de... Szent szar. Vele is lehet ilyet csinálni? Hogy is kell? X és B. Igen, ez nem tudom miért jó nekem, de egész mókás. Lobd el. Ez itt volt, ezért szerint valóban ezzel kell távoznunk. Ez a zenemi. Zsír. Ez a zene mókás. Na, kiírod, hogy vége a küldetésnek, léci? Ja, vége, úgy fest. Nem kapt... ez az hugt, vagy... De az emel hug bónusz. És sejtettem volna gyorsabban is, csak miért sejtettem volna a dolgokat? Ez meg itt egy egész szép környéknek tűnik, szóval nem erre kéne jönnöm. Elnézést. Nem találtam a féket. Oké, ez egész csúnya dolog volt tőlem, mit is mondhatnék. Szegény Michaelnek nincsen semmilyen. Akkor vágyunk át Michaelra, illetve még nem. Éppen az, hogy most vágyunk át Trevorra, mert... Neki vannak még mellékküldetései. És nem esetleg azért csinál meg ezeket a mellékküldetéseket most, mert mi van, hogyha eltűnnek egy idő után, mert a Red Dead Redemptionből indulok ki, mert ott eltűntek néha. Egy-kettő legalábbis. Yay! Ez most komoly, az autópálya közepébe bedobnak engem ezzel a fossal. Rendben, mire... Ezzel elérek Barryhez. Uram, atyám. O'Neill. Brother O'Neill! Fuck you, man! Whoa! You're the guy stealing contracts! You burnt a farm, killed my brothers! You had too many brothers! They needed culling! You're fucking dead! Aren't we all? We live and we die, that's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me! Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck! I'll be there, man! I don't know when, but I'll be there! Trevor, te egy kibaszott badass vagy. Megmondtad annak a Redneknek a Frankon. Még a címedet is elmondtad, Mr. Tony Stark. Egész gyors lesz ez a robogó. Ezt meg kell tartanom. Ez egész mókás kis jármű. Állj, ne csinálj meg azt a Barry, ki a faszom az a Barry, mert nem emlékszek ezekre a dolgokra. Őszintén bevallom, a nevekkel kapcsolatban nem vagyok túl jó. Legalábbis ebben a GTA 5-ben még nem nagyon voltam jó. Szóval, farolás. Szent szar, ez jobban sújt el, mint amire számítottam. Ja, Barry az tényleg az a füves csávó. Akkor lesz, hogy mindenkinek van ilyen Barry-s küldetése. Hogy tudom annak a faszkodnak mindig elfejteni a nevét? Jaj, most ő is megmutatja nekem a Frankot? Jaj, én már félek egy picit. Haver, Léci, vigyázz a szkúteremre. Köszönöm. Na. Igen, ott állsz. Can I get a signature, sir? For what? The most important fight of all. Clever. No, another most important fight. The AIDS. No, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drag. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. It's really good weed. All right, give it here. Könnyen befűzhetők. Yes. It's a real mellow contemplative high that comes from here. És vele is... Hójaj! Ha nem földön kívüliek, hanem... Bohócok. Csodálatos. Hójaj! Jaj, a kurványátokat! Köszönjétek a full autós, hogy vannak a haladékok. Legalábbis gondolom ez egy shotgun. Ja, ez egy shotgun. A füst az kifejezetten szép, amikor ezek a bohócok megjelennek, ezt teszik? Hey, faszklap! Úgy nem. Robbanyag. Kibaszott bohócok, a fasz... Mit akartam mondani? Megakadtam a faszszónál.
Nem kell itt káromkodnom. Már saját gondolatmenetemet elveszítem, miközben káromkodok. Ez meg már egy rossz jel. Na. Valahol még bohócok kezdek. Én amúgy én sem rajongok a bohócokért. Ezt azért meg kell hagynom. Nem mondom, hogy félek tőlük, de nem rajongok. Nagyon értük. Rohadj meg! Na, robbanjon fel az a kis busz. Úgy ne. Úgy ám, mondom, ezek a robbanások kifejezetten szépek. Szép lilák, szeretem a lila szint. Oké. Okay. Zártatlan embereket nem nagyon kéne megvenni, minden bizony csak képzelem ezt. Vagy tényleg kibaszott üldövet ezek a belvárosban. Nem tudom eldönteni. Trevorból kinézem. Sokan. Hidd nekem, sokan. Sokan befőrnek egy ilyen kis buszban. Jaj, segfej, hagyjál már békem. Hosszú tevas ugyanom van. Na, mennyien jönnek még ott? Szent szara, füstől nem látok semmit. De folyton spawnolnak a roldokok. Az nevet a végén, aki a végén nevet. Been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible. Well, think about what I said. Don't say nope to dope. Tökéletes. Greatest dancer. Mit kellett volna csinálnom? Rendben, totál nem értek ezekhez a mellékes dolgokhoz a GTA 5 küldetéseiben. Minden bizony emiatt nem fogom ezt a játékot 100%-ig végigvinni, mert ezeket kurvára nem tudom majd megcsinálni. Akkor már csak egy dolog van hátra. Egy eléggé úgy fest, hogy... Ez itt. Mellékületés. Nigel. Nigel, nem tudom, hogy kicsoda. Megint egy olyan karakter, akinek elfelejtettem a nevét. Mert már minden bizonyal találkoztunk vele korábban, szóval ezzel a kis lassú szkúterizével, mert egész munkás kis jármű. Hajtsunk el hozzám! Bízzatok bennem, hamar ott leszünk. Még fel is emelem az elejét. Szent szar, egy kerék, azt hiszem. Yeah, bizonyám, egy kerék. Így még gyorsabb is lettem. Mire nem jó az egy kerék. Yeah, igazi belesz vagyok. Biztos azzal volt a baj, hogy nem vettek be engem a Lostban, és emiatt voltam rájuk ennyire bepöccelve. Pedig tudok-e egy kerekezni? Látjátok, uram kibaszott atyám, miért nem vettek be engem a Lostban? Hülyék nem tudták, hogy mit hagytak. És még élnének, hogyha bevettek volna mocskot. Bár párra még is élnek, csak a főnököket öltem meg, Johnny Klebitz meg ilyenek. Hogyha Klebitz annak a neve egyet, én Klebitzre emlékszem. Egy olyan GTA főhős, akit soha nem kedveltem. És úgy persze meg is érkeztünk. Túl is mentünk. Na Nigel, mindjárt kiderül, hogy ki voltál, mert utána nem emlékszem rá, tesó. Á, te vagy a izé, a gyerek, a cseh, miért akartam a gyerekezni? A cseh, aki ilyen hírességes dolgokat akar. Mrs. Thornhill, she's not my wife. She's got a husband and two lovely kiddies at home. We met online. It's nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying. To throw herself under celeb's wheels. Sensor. Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, Jock. Yeah. I knew I would like you. Can I have a hug? Oh, yeah. Okay. Yeah. Hug, yeah. Come here. Come here. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel! Jock, you won't believe what happened! What? Only Al Di Napoli walking. He actually walks! He walks among us! Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story. Of mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Nor me. I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers could have come undone at that point. Exactly. Jolly bad luck. And we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything.
If we could only get him somewhere private. You see, like that little lockup I know. No problemo. Look, there he is! Oh, shit. It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me! To the chariot! Jock, you drive. Quick, he's getting away! Come on, Jock, get in! I remember the shit that you got. Nigelnek egész szép kocsia van. Aldi Napoli, ki a franc az a csávon? Oké, már üldözöm is. All those nights spent role-playing in Mother's utility room. If only we'd known. És meddig küldözöm ezt a faszkalapot? Hó, jaj! Majdnem megölt mind a hármunkat. Oh, Nigel, do your Alden Eppley line. This is turban warfare, motherfucker. It's uncanny. Oh, dear. Oh, my word. Oh, yeah. Do you see that lorry? What Chalash. The fuck's a lorry? Have a little faith. Anyone would think this was my first kidnapping. I hear that behind his charitable public face, he's remarkably right-wing. One can but hope. Liberal in the bedroom, conservative at the border, Mrs. Thornhill. Hi. He's going into the car park. Look on. Hey, Fossopper. No worries, mate. What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that. He probably eats sushi or quinoa. Is that even how you say it? What if he wants meth? Oh, my giddy aunt. Everything okay there, Earl Crazy Cakes? My prostate has taken quite a beating. Do you have to lower the tone? Glad to see you on the proper side of the road, dear boy. Hát az én kurva anyám. Oh, I hope he likes us. How could he not? This lockup you prepared sounds charming. This must be. Meddig kell még ezt a faszopot tudod most komolyan? Oké. Uram, kibaszott, atyám, ez a csávó egy pszichopata. Ez azért egész menő. Meg kell... Uram, atyám, mindenre neki megyek. De legalább megvár minket. Egy igazi úri ember ez az ember. Seems rude not to follow him through the window. Most csak megakadt ő is, és ezért állt meg. Fogalmas nincs, mi is fel fogunk borulni, ilyen attól tartok. Bloody hell! Epp, meghalt, vagy valami ilyesmi. Would you like me to escort your guest of honor to the trunk? Well, if you don't mind. Oh, come here, you! Come on! Come on, let me meet your biggest fan! Oh, you're fucking crazy! Oh, it's Aldi Napoli! Még rá is paskolta, hogy egyet-kettőt a papójára. Ah, a true gentleman. This is so exciting! Nut jobs. Beszélsz te, Trevor, beszélsz te. Hát tudom vinni ezt a szar dragot. Szent szar, 100%, not a scratch. Nem tudom miért kaptam, mert ott elszétúztam a kocsinkat, de... Mindegy, ezt a kocsit meg lehetetlen elvinni, mert ugyebár egy nagy szar darab. Téged el lehet vinni, mert te egy kisebb szar darab vagy. A haverod hamar elhúzta a sikat. Na lássuk csak, mik vannak még erre felém. Neked itt van B, mint Federal Investigation Bureau, hogyha jól ejtem ki azt a forst. Csekkoljuk le, lustad a karaktert váltani, szóval csekkoljuk le azt. Vagy inkább most abba kéne hagynom, ezen is el kéne gondolkodnom. Vagy inkább most abba is hajlókozok, szóval köszönj észletek. Még elmentem játékodnak, de a szokásos outro-mat lenyomom. Ezt a köszönj észletek, blablabla, vágjátok, amiről beszélek. És ez az utolsó mentés, szóval utána megyünk egy nagy kört, amit minden bizony nem fogok csinálni egyébként, mert egy lusta fasz, mert egy lusta fasz vagyok, nem fasz, hanem fasz. Na mindegy, kacok. Hé, fasz, majdnem nekem jöttél. Na mindegy, kacok harmadjára is. Köszönj észletek, remélem tetszett, viszlát legközelebb is, addig is, sziasztok.